kezeket, és kézi segítség nélkül szépen ráteszed a második csavart. Majd úgy, lehet? Úgy, igen, abszolút lehet. Fölrakod az első csavarra, és, így, aha. És utána folyamatosan kihúzod a pálcikát a csavarról, egyet följebb néz, kicsit lejjebb rázod a csavarokat, és megint ráteszed a csavart, és így szépen neked épül egy csavartorony. Ezt egyetlen egy embertől láttam megcsinálni, egyébként az a Kinga volt a BV-ből, ezt játékos azt hiszem talán nem is csinálta meg aha. A műsorban, mert ez izgalommal kézremegve 5 millió forint, ez egy baromi nehéz feladat. Szörnyű kemény. Ez egy szörnyű kemény feladat, tegnap ugye lehetett látni, hogy egy gurítás is, ha stressz helyzetben vagy, akkor azért azzal meggyűlik a bajod. Ez egy nagyon ütletes feladat. Azért mondtad ezt, hogy kézremegés meg a pénz, hogy ha fölnyomjuk mondjuk 50-re, igen? Érted? Tehát és ha megcsinom az enyém, ha nem, akkor visszaadom. Jó, megnyiszek egy komoly üzleti ajánlatot. Nem. Ha ezt most te itt megcsinálod, elsőre, úgyhogy életedben nem gyakoroltad, akkor én most felteszek arra idézőjelesen, de közben nem idézőjeles, mégse felrakok neked 30-at. Jó? 30-at? 30-at erre most felteszek neked. Az ez most szerintem csatlakozz, Jani. Egy perc alatt te 8 csavart fölépítesz. 8-at? Igen. Jó, mondjuk én 9 mennyi? Nem, 10, amennyi ott van. Igen. Amennyi ott van, vagy 8, az rövidnek tűnt. 9-nél terveztem, hogy elrúgom a pult lábát. Kicsit így, hát, hapszi! Mikor az miben bír? Igen. Szóval a lényeg, egy anyát, vagy mi ez, nem tudom. Anyacsavar. Anyacsavar. Jó, majd nem veszünk a részletet. 30. Jó? Én az udvaron futok veled egy kört. Nem. A hátamon majd. Jó! Akkor megcsinálom. Komolyan. Jó. De nehezebb lesz, mert akkor, ja nem, akkor még nem lesz 30 rövid. Mehet? Egy percet van, ha fölépített 30 plusz egy kör az udvaron. Jó? A lényege annak az, hogy minél kevesebb pálcika lókjon ki az anyánk, mert akkor kevesebbet kell kihúznom. Reméljük ez mindenkinek érthető, az online közvetítést egyébként rengetegen nézik, próbálok nyomasztani, hogy ne legyen meg. Jani? Azt mondja, hogy... A játék? Van egy számlálónk, már többen nézik, mint a legutóbbi frisbee. Na, azt mondja, hogy... Na. Na, a játék hamarosan indul. 3, 2, 1. Na, hát ez egy igazi pszichés feladat. Feri egészen érdekes technikával építi. Egy lehelletnyi kézremegés van, nem mondom, hogy ennek most nem örülök. Már a harmadik csavart építi a Feri. Kezdhetem készíteni, ez ilyen jól megy. Mondd az időt, Jani, mennyinél vagyunk. Azt mondja, hogy 19 másodperc. Izgulok! Izgulok, pedig nagyon látszik, remeg a keze egyébként, és az ötödik csavart építi egymásra, de ebben a pillanatban ez leborult. Ez baromi nehéz. Ez na, az ez a baj, hogy belém tetted az ideget. Hát dolgoztam ezen elég. És képzeld el, ha öt, tehát hogy ezt nem... Gondold el, ha 1 millió vagy 5 millió nem vagy, is kell. 500 ezerért szerintem. De lapozzunk, mert hogy még van két élete. Adjuk meg neki az esélyt. Jó, egy utolsót még kapsz. Jó? Jaj, ne vegyetek már így idegesít. Laci, közben az online... Laci, benne vagy az alurámba, vagy mi jön. Indítsd el. Jó. Légy szíves. Játék hamarosan. 3, 2, 1. Kapcsolod a légkondit, maxra azt. Most elindulok Nyíregyházára megcsinálni a feladatot 30 évig. Ne rögtessél. Jó, bocsánat, elnézést, igen. Jó, de képzeld magad az arénában. Ázt a rohadt ét. Hányadik? Az ötödiket rakja egymással, kicsit hát ilyen ferdetorony jelleggel, tehát így... Nem is bírja szegény. Nem. Már az ötödik is fönn van, Feri már idáig is nagyon kevesen jutottak. Nagyon jó vagy. Nagyon jó vagy. Nagyon jó vagy. Nagyon jó vagy, és még 6 másodperc van. Mennyi az idő, tényleg? És ott a hatodik, de nem. Jaj, de leborult. De sajnálom. Mennyire hajlos vagy. De sajnálom. Ennek van egy nehezített változat egyébként, amikor 3 darab golflabdát kell. Amikor be van kötve a szem. Igen. Az jó. Az 3 könnyebb. Darab golflabdát kell egymásra. Könnyebb. Jó, azt mondjuk a 3-as ugrásat hoztam kivételesen 3 golflabdát. Arra is felteszek egy kisebb játékpénzösszeget, hogy nem tudod megcsinálni. 3, semmi nincs, 2 darab kéz, letérdezd, 3 darab golflabdát kell egymásra tenni, úgyhogy a harmadik golflabda megálljon az első kettő, és 3 másodpercet tartani kell. Feri, ha ezt megcsinálod, akkor egy óriási talentum vagy egyébként. De ezt sem csinálta meg senki. Én továbbra is tartom a tétet, tehát hogyha a 3 golflabdát összerakod, akkor megyünk egy közös futásra. De neked nem sok mozgás. Azt mondják, hogy kiabálj, Feri, üvöltsen, megcsinálom. Már üvöltett az elején, de az se sikerült. Annyit jön a hírekkel, 0-36-45-00-00 az SMS. A hatodik jön. Feri megszállott. Nincs hírek. Gyerekek, itt van vazelin, vattapamacs, egy csomó minden. Így van, gyertek ti is, jó parti lenne. Rohadj meg!